Volt, aki a padon ülve, más a képzőhely előtt állva szívott mélyeket a cigarettájából, Texas belvárosában. Felvételeink a felméréseket igazolják, amik szerint a lakosság közel egyharmada dohányzik napi rendszerességgel, de a fiatalok körében ez az arány 40%-ot is meghaladja. Teszik ezt annak ellenére, hogy az orvosok, a szakmai szervezetek nem győzik hangsúlyozni, mennyire káros ez a szervezetre, és nem csak rákot, hanem szívrohamot, agyvérzést is okozhat, mondja Bencúr Béla, kardiológus. Urológiai hólyagdaganatokat is például a dohányzással összefüggésbe lehet hozni. Ehhez képest ugyanakkor sokkal nagyságrendileg több a szívérrendszeri szövődmény, hiszen az érelmeszesedésnek, a korai agresszív érelmeszesedésnek is a legfőbb rizikotényezője. Tehát amikor sajnos féktag nélküli vagy féllábú embereket látunk, azoknak egész biztos cigaretta van a hátterében. A kardiológiai betegségek 90%-ának hátterében a dohányzás áll, mondja a főorvos hozzátéve. A legfontosabb azt tudatosítani az emberekben, hogy a dohányzásról való leszokás nagyon nehéz, és gyakran csak súlyos traumák árán lehet megszabadulni ettől a függőségtől. Egy lezajlott infarktus, egy súlyos tüdőembólia hirtelen meg tudja ezt a rabságot törni, és talán 10-ből 9 leszokik ennek hatására. De ezek potenciálisan életveszélyes betegségek. Jó volna, hogyha nem várnánk be, amíg valakit úgymond megcsap a mozdonyszele, és csak utána látná be, hogy nem szabad tovább dohányozni. A szakorvos kifejtette, nincs még egy olyan élvezeti cikk, amely használóinak a felével végezne, mint ahogy a dohányzás, akár 10-20 évet is elvéve a dohányzó ember életéből. Magyarországon évente egy szexárnyi, azaz 30-35 ezer ember hal meg a dohányzás következtében. Világszerte pedig 7 millió ember veszíti életét ezen függőség következtében. A szakember azt mondja, a számok azt mutatják, hogy sem a központi rendeletek, sem a nem dohányzók védelmére hozott jogszabályok nem érték el a céljukat.